A magyar kanizsai fészek napközit ezen túl nem csak gyerekek látogatják, hanem itt kapott helyet az idősek napközije is, az aranykor napközi. A 65 év feletti községbeli lakosok itt tölthetnek el egy kellemes délelőttöt, jól érezhetik magukat, együtt lehetnek nem csak a korukbeliekkel, hanem néhány órát a gyerekekkel is. Hát most még beszélgettünk erre, egymást ismerkedtünk egymásról meg. A helyi nyugdíjas szervezetnek mintegy 2000 felhasználója van. Számtalan programot szerveznek, és most is a projekt mellé álltak, segítve ezzel társaikon. Tömeges szervezetet irányítunk, és észrevettük az idők során, hogy egyre több a magányos, egyedül élő ember közöttünk, akik akár, tehát még azt lehet mondani, hogy már ez kihatott a mentális problémáikra is. Mi próbáltuk őket felkarolni, de sajnos csak azokat tudjuk, akik ugye járóképesek. És így a járóképes nyugdíjasaink között voltak, akik jelezték, hogy bizony vannak nagyon sokan otthon egyedül élő, magányos emberek, akik nagyon szeretnének közösségben lenni, egy pár órát eltölteni, mégis kikapcsolódni, és akkor mi úgy éreztük, hogy ez most az a lehetőség, hogy itt besegítsünk a szociális központnak is, és ugye az önkormányzatnak is, mert ez már valószínű, hogy egy régebbi jelenség, de erre most lehetőség nyílt, és akkor, hogy ezt a lehetőséget akkor mi is szépkorúak használjuk ki. És az idősek világnapja alkalmából én azt hiszem, hogy ennél hasznosabb ajándékot most községünk idős polgárai nem is kaphattak volna. A községben jelenleg is működik a személyi kísérők programja, valamint Horgoson a rászoruló gyermekek napközije is elindult szeptember 1-én. Emellett most az idősek napköziére is igény mutatkozott. Számunkra nagyon fontos volt már a tavalyi évben, hogy a magyar kanizsai községbeli szociális szolgáltatások bővüljenek, tehát nekizárólag egy napközi működjön, illetve a házi ápolás ugye a Caritas keretein belül, valamint a népkonyha, amely a Vörös Kereszt támogatásával, illetve kivitelezésével valósul meg. Nagyon fontosnak tartottuk, és láttuk az igényt évről évre, úgy a mi, tehát a szociális központ keretein belül kérvényekkel hozzánk, vagy problémákkal hozzánk forduló személyektől, hogy mik az igényeik, mi az, amire szükségük van. És itt gyakorlatilag a tavalyi év folyamán elkezdtünk egy közös együttműködést ezen a téren, a szociális szolgáltatások fejlesztés terén, az önkormányzattal, a Vörös Kereszttel és a Magyar Kanizsai Szolgáltató Központtal. A cél az volt mindenképpen, hogy a felhasználók, illetve a lakosok igényeinek megfelelő szolgáltatásokat alakítsunk ki, és nagyon nagy lelkű volt ilyen formában az önkormányzat, és illetve sikeresen pályáztunk a tartományi szociálpolitikai titkárságnál is, és ezeknek a pénzeknek köszönhetően, illetve annak a szakmaiságnak, amely a programok megírása mögött állt, sikerült ebbe az évbe szeptember 1-től új szolgáltatásokat bevezetni a község területén. Így indultak el a személyi kísérők, amelyek a gyermekek az oktatásba bekapcsolt gyermekeknek a tanítását segítik elő Magyar Kanizsán és Horgoson, illetve megindult Horgoson a rászoruló gyermekek napköziének a beindítása, Magyar Kanizsán pedig most egy harmadik fázisként könyvelemén el az idősekkel való foglalkozást tud megvalósulni. Magyar Kanizsa önkormányzata családbarát önkormányzat, tehát a gyermekkortól az időskorig gondoskodik a lakosokról. És az időskor valahol le volt már fedve a pénzelés terén azzal, hogy a házi ápolást biztosítottuk. De viszont azok az idősek nem voltak benne ebbe keretbe, akik még úgymond talpon járnak, és el tudták látni önmagukat, de viszont egyedül éltek oda-haza. És ezt az ötletet tárgyaltuk át a Nyugdíjas Egyesület embereivel, hogy nagyon nagy szükségét éreztük ennek. Ez egy hiány része volt az idősek részéről, mivel hogy egy olyan helyiség kellett nekik, olyan közösség, ahova be tudnak menni, és tudnak a saját gondjaikról beszélni, tudnak tartalmas
időt eltölteni, és együtt lenni, és ne otthon egyedül ülni, egyedül magányosan az otthonukban. A másik elképzelésünk viszont az volt, hogy itt működik ugye a fészek tanoda. És a fészek tanodába járnak a gyermekek, és akkor valahol az idősek reggel jönnek, a gyerekek pedig délután, és itt lesz egy átfedés, amikor együtt is lesznek a gyerekek és az idősek, és egy kicsit egymásnak beszélnek erről a történeteikről, az idősek beszélnek a gyerekeknek megmutatják a játékaikat, tehát ez a jövő kérdése, hogy majd milyen felhasználók típusától fog függeni ez, hogy milyen tartalmakkal töltjük meg ezt a napközit. A programhoz egyébként bárki csatlakozhat, aki szeretne egy kellemes délelőttöt eltölteni a kortársai között. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően pedig hamarosan a mozgáskorlátozott nyugdíjasok is csatlakoznak.